Ahogy láthatjátok, tökéletes sportolásra való idő van, zuhog a hó lassan, úgyhogy be is szaladunk ide a Vasas sportpályának a sátrába, ugyanis kezdődik a művészválogatott edzése. Én már késésben vagyok, de bízom benne, hogy emiatt nem fognak kipattantani a válogatott keretből. És közben természetesen megérkezett Ferkó Csavi, aki állandóan késik nálam, többet szokott késni. Ma nagy foci lesz. Volt NB1-es játékos, országunk egyik kiemelkedő rappere, Ferkó Csavi. Úgyhogy menjünk is edzeni, mert a fiúk már úgy láttam dobják szét. Ennyi, mert csitári, mert kezdünk, Csubika! Nagyon jó brigád van szerintem itt egyébként, és tök jó lehet focizni a srácokkal. Nyilván még egy kicsit kell fejlődni abba, hogy például most megmutassuk magunkat kint Iránba, mert azért megyünk, hogy megnyerjük. Művészválogatott csapat, két éve alakultunk egy iráni túra alkalmával, akkor mentünk először Iránba, most fogunk menni harmadszor, most éppen arra készülünk fel. Alapvetően az árt futball csapatnak a lényege, hogy itt művészek nemzetközi tornán ex-labdarúgók is részt vehetnek. Minden szerdán edzünk a csapattal, fő tevékenységen, karitatív tevékenységet folytatunk, tehát egy non-profit szervezet vagyunk, most fogunk egyesületté alakulni. Természetesen vezetünk 5-2-re, hogy van 5-2. Hát az elsőt megnyertük. El kell rúgnom, hát ne viccek. Nem, hogy tényleg megnyertük. Most van a második. Nagyon jól érezzük magunkat. Kicsit fáradt vagyok, még náthás vagyok. Múlt héttől megfáztam, de nagyon jó ez. Most kezdünk feljönni. Kicsit gyengében kezdtünk, de kezdtünk megtalálni a pozíciókat, és kitalálni, hogy ki mikor kapura, ki mikor védekezik. Itt csak ilyen nyugdíjasba öreg ember vagyok már én focihoz. Én csak kardiózni jövök általában, mert a labdához már nagyon nem érek hozzá. Itt van András, te akarja húzni a nadrágomat. Nem tudom, mit szeretne, de nem a részvétel, hanem a fontos. Mindig a legjobbat cserélik le, hogy az ellenfélt erősítsük. Igaz? Azért különben a Csiti azért jön át hozzánk, hogy minket gyengítse. Át kellett rakni minket a fehér csapatra, hogy legyen esély. Alapvetően úgy próbáljuk fejleszteni a csapatot, hogy baráti szálakon keresztül. Tehát, hogyha valaki lejön és tetszik neki, tetszik a társaság, jó a foci, akkor várjuk szívesen és befogadjuk. Szerintem erre teljesen alkalmas a közeg. Most nagyon pipa vagyok, egyébként nem jó, mert nem vezetünk, de mindjárt kiegyenlítünk, hogy azt figyelj, légy szíves. Szétrobban az agyam. Agyvörösnek hívják. Na, figyelj, mennem kell. Hát csak győztes csapatban voltam, így kell igazolni. Na hát nem véletlen fehérben zártam a mai edzést, ugye pirosban kezdtem, győztes csapatban átigazoltak a legjobbat, fehérben is nyertünk, úgyhogy bízom benne, hogy Iránban is ez lesz a tendencia, a győzelem számít, meg hogy érezzük jól magunkat. A mai edzés az tökéletesen jó volt erre, úgyhogy most zuhé, aztán menjünk a tévébe.